A hagyományokhoz hűen a királyi napokat követően a Malom utcai táncházban rendezték meg azt a fogadást, amelynek keretében a székesfehérvári közösség és kulturális központ megköszönte az önkéntesek tevékeny részvételét az ünnepség sorozat lebonyolításában. Juhász Zsófia, a közösség és kulturális központ igazgatója köszöntőjét követően Cserpakovics András polgármester is köszönetét fejezte ki a segítségért, amely nélkül nem jöhetett volna létre ilyen szinten az idei ünnepség sorozat. Történelmünkre emlékezünk, de megmutatjuk, hogy ez ma is egy modern, élhető, szerethető város. Különleges, mert egy összművészeti fesztivál, egy összkulturális fesztivál, és a város kulturális életének profi együtteseitől a civil közösségeik sokan fognak össze, hogy ez megvalósulhasson, és azért is különleges, mert óriási szervező munkát igényel. Hónapokon keresztül tart az előkészület, és a lebonyolításban is nagyon sok ember vesz részt, és ebben kulcs szerepe van az önkénteseknek, azoknak, akik a fehérvári lokálpat patrióta érzéstől vezérelve úgy döntenek, hogy ebben az ünnepség sorozatban, rendezvény sorozatban annak bizonyos pontjaihoz csatlakozva segítséget, támogatást nyújtanak. A királyi napokon, illetve a folkfesztiválon ebben az esztendőben is számtalan önkéntes segítette a munkát, akik részt vettek a vendégek tájékoztatásában, a gyermekeknek készült kiadványok kiosztásában, a lelátók körüli teendőkben, illetve segítették a fehérvári királyok menetét, ahol a székesfehérvári diáktanács tagjai is tevékeny szerepet vállaltak. A királyi napok nemzetközi néptáncfesztivál és maga a székesfehérvári királyi napok most már tényleg mondhatjuk, hogy évtizedek óta közel 100 fő, aki önkéntesként segíti a fesztiválnak a bonyolítását. Nekünk is ez egy nagy feladat, hiszen az évközben is folyamatosan kapcsolatban kell állnunk, és hogy senki se azt érezze, hogy csak a királynapok során számítunk rájuk, úgyhogy az egész évben próbálunk olyan rendezvényekbe bekapcsolni a szépkorúakat és a fiatalokat, és nagyon örülök, hogy egyre több fiatalt, akik nem csak a királynapokon, hanem az év egész során hasznosnak érzik a feladatukat. A legaktívabb diák címet ebben az esztendőben Ipacs Boldizsár érdemelte ki, akinek oklevéllel köszönték meg segítségét. Ugyancsak oklevelet vehetett át Fekete Mónika és Mészáros József, akik szintén nagyon sokat tettek önkéntesként a program teljes ideje alatt a királyi napok segítő csapatában.